A környezettudatosságra és a természetismeretre való nevelés mindig is nagy hangsúlyt kapott a Gyöngyvirág óvodában, ahol most egy interaktív madaras játszótér kialakítását álmodták meg. Az intézmény vezetősége az EON a földbajnokai elnevezésű pályázatára jelentkezett. A vállalattól 1,9 millió forintot kapnak az elképzeléseik megvalósítására. Jó lenne, hogyha ezt az ismeretet, tudást elvinnék haza a gyerekek, és otthon is mindennapossá válna, hogy etetjük a madarat, hogy odut rakunk ki, hogy gondoskodjunk róluk. Az EON Hungária csoport tavasszal indította el a földbajnokai pályázatát, hogy összesen 25 millió forinttal támogassa azokat az iskolai és óvodai közösségeket, akik elkötelezetten tenni akarnak a fenntartható jövőért. Csaknem 400 közösség nevezett a felhívásra, a legaktívabbak az óvodák voltak, de az általános és középiskolák is nagy számban képviseltették magukat.